Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb Star Stable videóban. Ismét eljött a szerda, ami frissítést jelent, és ma érkezett 6 új lószín variáció az SSO-ba. Nem új fajta lovak érkeztek, hanem olyan fajták, mint például az Irish Cob, meg Arab Telivér, de új színek érkeztek belőlük, amiket applikációba ígértek, ugye a Star Stable Horses-ba, csak nem érkeztek meg, és mivel a játékosok sokan kérték, ezért most a Star Stable elhozta őket nekünk a szülinap alkalmából, ugye az SSO 10. szülinapi alkalmából, és a szülinapról beszélve érkezett oda egy ilyen fotófülke, amit meg fogunk nézni, és új zenék a táncolós színpadhoz. És kaptunk ma egy új kódot is, amit majd meg fogunk szintén nézni, úgyhogy kezdjük is ezt a csodálatos kalandot. Mivel hogy a Jorvik Lovardánál kezdtem a videót, ezért rögtön ide is tudtam jönni az első kettő új fajtához, vagyis hogy új színhez, mert ezek a fajták már bent voltak, szóval az első kettőhöz, akiket meg szeretnék mutatni. Ő a Jorvik Freeze, aki bejött. Majd azt akartam mondani, hogy érkezett, azért mondta, hogy ilyen akadozó, hogy bejött. Na mindegy. Szóval egy 950 SC-be kerül, mint eddig is a Jorvik Freeze-ek. És nekem egy kicsit hasonlít egy bocira, de ezzel senkit sem szeretnék megsérteni, akinek tetszik. Csak elmondtam, hogy én mit gondolok róla. Nekem ő a bocipaci. És akkor itt van ez a Knopstrupper, akinek a színe nekem kicsit ilyen vöröses, tehát ez a pej, ez ilyen, szinte már átmegy vörösbe. Viszont itt a farkán ez a színátmenet, ez tetszik, ahogy megoldották, mert hát nekem olyan, mint hogy a karamella lenne, és én szeretem a karamellát. Szóval, ja, ez egyébként lehet, hogy van olyan lónév, hogy Candy. Persze, hogy van. Miért ne lenne? Na mindegy. Szóval, akkor most elmegyünk a következő új színű pacihoz. Meg is érkeztünk a Goldspur Farmra, ahol a következő pacit tudjuk megnézni. Ő egyébként így néz ki, ilyen a színe, ilyen kis pöttyös. Ja nem, nem ő! Nem őt szerettem volna megnézni. Na, őt. Ő ilyen kis... Nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Olyan, mintha kis... ilyen kis málna cuclikákat tettek volna rá, mintha málnával locsolták volna. Málna cuclikákat, meg azt is jó sokszor mondtam, hogy kis. Na igen. Szóval ma így megint nagyon jól tudok beszélni, mint így általában szerdánként. Úgyhogy ja, menjünk is a következő pacihoz. Íme a legújabb Irish Cob, mármint hogy a legújabb színvariáció belőle. Őt egyébként Nomi, aki énekli a Fire-t, meg a Neon Dragon-t, meg a Celebration-nek is, mármint hogy a Celebration-ben is énekel, ő is az SSO zenéi közül. Szóval, hogy ezt az ő valódi lováról mintázták, akit azt hiszem úgy hívnak, hogy Runestone, vagy Runerunner, majd mindjárt megnézem. Egyébként nagyon aranyos, nekem már van egy Irish Cobom, és úgy egy-két jármódját nem nagyon szeretem, de agyon kívül, szóval azon kívül egy nagyon cuki paci. Na igen, akkor most átlószállítózunk Starshine Farmra, és megnézzük a Quartert. Na, szóval a Quarter lovat is. Megérkeztünk a Starshine Farmra, és megnéztem közben Nomi lovának a nevét, Runestone, szóval hát az egyik tippem jó tipp volt. És akkor itt is van a Quarter pacó, ami érkezett. Azta, ő egyébként egy ilyen nagyon különleges dizájnú ló, tehát nekem egy kicsit olyan, mint egy zebra, vagy mint a Zóni, igen, a Zóni, mondjuk ő egy ilyen zebra a Zóni, igen, szóval, ja, ezek a csíkok rajta olyanok.
És akkor az utolsó paci pedig az aranylevél istállóban van. Mégpedig a Marvari, csak meg kéne keresnem, hát itt van a tetejém. Hehehe. Skylar így jól tudja az ABC-t, csak zenek, tudom. Szóval, igen, és egyébként ha arra gondoltam, hogy most érkeztek ezek az új lovak, és a, hogy hívják, szóval, hogy az Irish Cob nekem nagyon-nagyon tetszik közülük, de van ez a Texasi Bluebell is az applikációban, úgyhogy lehet, hogy egyikőjüket meg fogom venni. Micsoda fordulat! És itt van a Marvari, aki ilyen boci szemű. Egyébként most az összes... Jaj, közben így az egeremet felemeltem és lejtettem. Hem. Szóval az összes ló, ami most érkezett nekem, ilyen kis boci szemű. De amúgy cukik az összes. Cukik az összes. Szóval most még egy kicsit jobban meg fogom nézni ezt az Irish Cobot. Igaz, hogy már van Irish Cobom, de nagyon tetszik. Meg a Texasi Bluebellt is, és akkor lehet, hogy becsusszan egy lóvásárlás. Szerintem meghoztam a döntésemet, hogy az Irish Cobot fogom megvenni, mert ő nagyon-nagyon megtetszett első látásra, és nekem ő be fog illeni Halloween-i pacinak is, szóval Halloween-i pacit nem hiszem, hogy fogok venni, mert hogy ő ilyen kis Halloween-es is nekem, tehát illik ahhoz is. Már csak egy nevet kéne kellene, szóval már csak egy nevet kellene neki találnom, és hogyha sikerült, akkor jövök vissza, és elmegyünk, és megnézzük a szülinapi fotófülkét és az új zenéket a színpadon. Na, a pacim neve Wizard lesz, vagyis varázsló, és akkor megvesszük. 3, 2, 1. Üdvözöllek az istállomban, Wizard. És akkor megyünk, felülünk a pacira, és irány a szülinapi buli. Na, hello, varázsló. De szerintem a neve, vagyis hogy a beceneve Magic lesz. Mert hogy ugye varázsló, és akkor tud varázsolni, és ez a magic angolul, a varázslat. Hello, de cuki vagy! Hát ez izgalmas, nagyon tetszik ez a paci. Szóval, ja. Na, akkor keresek rá egy jó szettet, és megyünk is. Na, éppen tartok a parti felé. De közben megállok egy szóra, mert hogy itt van ez a kalap, amit ebből a kódból, amit itt láthattok, ebből kaptok meg. Szóval, ja, nekem most így a szettemhez nem nagyon illik, de az a piros fejedelmi vagy milyen kabáthoz, amit múltkor kaptunk. Vagyis nem múltkor, hanem még... De múltkor. Nem! Szóval, elnézést. Most így nagyon elvesztem, és azt se tudtam, hogy mind gondolkodok. Na, szóval, hogy még azt hiszem múlt héten szerdán kaptuk ezt a piros kabátot, ami nekem most a szekrényemben van, és lehet beszélni Imogen-nel, aki azt mondja, hogy Jorvik igazi paradicsom a lovak szerelmeseinek, és gazdag történelemmel büszkélkedhet, de vajon mennyire ismered a szigetet? Jött egy ilyen túra? Önálló túrák. Á, audio idegenvezetés. Ez nagyon jó! Hát ez szuper! Ezt el is felejtettem, hogy ez érkezett. Na, ez valami elképesztő. De először is jövök a fotófalakhoz, mert hogy nem fotófülke jött, hanem fotófal. És... lefényképezkedek. Egyébként pont... múlt héten voltam egy ilyen helyen, ahol
fotófalak elé be lehetett állni, és akkor olyan volt, mintha a képnek a része lennél. Valahogy úgy kéne odaállnom, hogy így a többi része a háttérnek ne látszon. Na, meg is van. Ez a fénykép, és akkor ez itt így, lehet, hogy ez beállít, vagy információ. A Starstable 10. születésnapjának megünneplésére ezeket a háttereket helyeztük el, hogy a játékosok előttük pózolhassanak. Használd a fotó üzemmódot, majd oszd meg a képeket barátaiddal. Nagyon jó. Egyébként szerintem lehet, hogy jó háton, szóval lóháton is jó ötlet képeket csinálni ezek előtt, majd mindegyiket egyébként ki fogom szerintem majd próbálni. Kétszer mondtam, hogy majd, na mindegy. Hello, fotófalacskák. Ti direkt vagytok csak fehérek? Mintha stúdióban lennénk, vagy nem? Aztán lehet, hogy direkt ilyen fehér, nem tudom. De nem hiszem. Mondjuk, ez így egészen jól néz ki, mint hogy egy ilyen stúdióba fényképezkednék a lovammal. Nem is baj, hogy ez most így néz ki. Ilyen fehérem. És hát az új zenéket most nem fogjuk szerintem így külön meghallgatni, mert mindenki, aki elmegy bulizni, hallani fogja. Látogass el a térképeken, vagyis hogy a térképen bejelölt helyszínekre. Azt az izgalmas. És akkor itt van egy ilyen audio cucli muclika. És ja. Moorland otthont ad a Jorvik-szig szerte elszórt 5 titokzatos hűtőajtó egyikének. A helyiek állításai szerint az ajtó éjszakánként világít, és furcsa kopogó zörejeket, valamint embertelen hangokat hallanak alóla. Vajon mi található ezek a furcsa ajtók alatt? Örült skótok gombokat nyomogatnak? Földön kívüliek egy távoli világból? Emberek, akik olyannyira gyűlölik a lovakat, hogy inkább csatornákban élnek, mint sem egy istálló közelében? És egyáltalán be vannak ezek az ajtók zárva? Áh, szóval ez ilyen kicsit ilyen teóriás dolog. Na, ez nem is olyan rossz. Most nem fogom szerintem az összeset megmutatni, hanem itt vége lesz a videónak, de majd, hogyha lesz esetleg egy ilyen születésnapi live-ja az SSO-nak, már mint amit én csinálok, még akkor abba biztos benne lesz. És hát köszönöm, hogy itt voltatok ebben a videóban velem. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, és további szép napot nektek. Sziasztok!